Szerbusztok, kedves embertársaim, én Oscar vagyok, és ez itt nem más, mint a Need for Speed Most Wanted végigjátszásomnak a harmadik része. Tehát éppen egy csomó vérdíjat sikerült összegyűjteni az előző részben. Most már kezdem érezni a játéknak a mechanikáját. És olvasuk most ezt itt fel. Tehát akkor a rockporti zsaruk mindig tárt karokkal várják a gyorshajtókat. Néhány tanács, távolság. Ha meg akarsz lógni, el kell távolodnod a rendőröktől. Ha már nem látnak, nehezebben kapnak el. Sűrűn válts irányt, fordulj meg, menj a szűk utakon, és könnyebben fel tudsz szívódni. Épületek, ha húzós a helyzet, a zsaruk a hátadban lihegnek. Figyeld a térképet, és menj a háromszög ikonokhoz. Itt összedönthető épületeket, építményeket találsz. Ha jól csinálod, sok időt nyerhetsz. Erősítés. És mikor a rendőrök kevesen maradtak, erősítést hívnak, figyeld a hátralévő időt, próbálj minél hamarabb meglépni, mert ha elkéssel, még többen lesznek a nyomodban. Uh-huh. Jól van, világos. Na akkor... ugrás a garázsba. És 7500 van, vérdíj 14300, na most a fekete listát azt megnézem, hogy ezt a... Sunnyt ezt hogyan is lehetett, 20 000 kell, és nekem 14300 van vérdíj. Tehát akkor tulajdonképpen a megnyert versenyek száma az megvan, teljesített mérföldkövekből 2-t kell, vagyis 3-at kell teljesíteni, eddig 2 van. Tehát akkor abból még egyet kell, plusz vérdíjat szerezni, akkor szerintem az lesz, hogy hát egyrészt most mentem a profilomat. Vissza a városba? Kimész a városba? Na várjál, hogy is kellett a izébe? Nem városba. Karrier folytatása, igen. Fekete lista. Ja igen, fekete lista. Ja igen, itt a mérföldkő kihívás. Igen. Na, tehát akkor ez megvan. Éld túl az üldözést és tegyél tönkre két rendőrkocsit. Igen, ez megvan. Menekülj a legfeljebb 4 perc alatt. Menekülj 2 percig, mielőtt lelépsz, ha ez megvan. Menj 80 km per óránál gyorsabban. Hát, azt hiszem, hogy ez menni fog. Megpróbálod ezt a Trafipax mérföldkövet? Of course. Mennyi a 80, valamennyi, hát már az megvan, nem? Ja, hogy végig annyival? Vagy ez most... hogy? Akkor itt ügyesnek kell lennem, ugye? Ennyi? Bemérve 111. Akkor ez, gondolom, mikor lenyomsz egy rangsorolt riválist, figyelj, melyik zsetont választod. Vagy biztosra mész, és egy alkatrészt viszel haza, vagy kockáztatsz, de így megvan az esély rá, hogy elnyered az ellenfél kocsiját. Hmm. Ez érdekes. Na, oké, akkor ugrás a garázsba. Nézzük csak meg. Fekete lista. Tehát akkor még vérdíjat kell szermányolni. Menekülj a legfeljebb 4 perc alatt. Na jó, próbáljuk akkor meg. Most már tudom, hogy hogy kell elmenekülni legalább. Tehát 4 percen belül el kell menekülni. Jó, hát akkor nyomni kell, mint az állat. Gyorsan kanyarokat kell majd bevennem. Így van. Csak nyugi. Jaj, most kéne megállni. Ez gyors volt, mi? Ujj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 
Jó van, király, akkor most már kihívhatjuk azt a Sonyt. Hey man, that chump Sonny is looking for a run. He's still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Don't blow it. Oké, Sonny ki akar hívni. Hát jó, oké, akkor mehetünk. Sonny csak rám vár. Jó. Ugrás a garázsba.
hívjuk ki Sonyt. És itt nem a márkáról van szó, a Sony márkáról természetesen, hanem erről a kis köcsögről. Ellenfél kihívásra, kettes gomb, körverseny. Jó. Let's rock! Rockizzunk! Na itt már animáció is van. Hát mentem, berosálok. Ott vagyok én, és kopasz fejjel, kopaszodó fejjel. Aha, ő az a Sony. Körverseny. Jó, hát simán le fogom nyomni. Ott hol mész? Járdán? Á, béna vagy, még új hús vagy. Igaz, hogy én is, de azért én, nekem már van tapasztalatom. Hogy mit, hogyan, mennyire kell tövig nyomni a gázt, ahhoz, hogy igazán tövig legyen nyomva. Ó, nem is látom a visszapillantó tükörben. Ó, ott van! Fenekemmel hárítottam. Igen, bele kell kalkulálni, hogy ha a füvön megyek, akkor eléggé csúszik a kocsi, de ez időnként segít. Időnként jól jön. Hát ezt telibe kaptam. Frontális ütközés volt, öregem. Ő nem ütközik neki? Időnként ő is fennakadhatna. Úgyni. Ó, szépen bevettem, pedig azt hittem, hogy fel fogok kenődni. Néhány porot elsöpörtem. Még jó, hogy most is vasárnap van, nincs túl sok ember az utcákon. Mert különben tisztára Carmageddon lenne a játék. Egy kis vidéki kempingezős emberkék itt fuvarozgatnak, ők nem sok vizet zavarnak, megyünk százzal. Na, hol vagy, Sony? Nem látlak. Addig jó, amíg nem látlak. Ez az! És akkor még egy kör van. Oké, tehát akkor még egy kört kell megtenni. Ah, meg lesz ez simán. Részidő plusz 5,83. Ez nem tudom, mit jelent ez a részidő. De az tudja, hogy nagyon jó vagyok. Rohadtul jól vezetek. Pláne, hogyha majd lesz egy jobb kocsim. Ez még csak egy ilyen izé. Kezdők járgánya. Yeah. Jó, hogy vannak ilyen jelzések, hogy merre kell menni. Amúgy lehet, hogy ezeket ki lehet kapcsolni a menüben, nem? Mondjuk nem akarom kikapcsolni, mert ezek nagyon sokat segítenek. De megfordult a fejemben, hogy ilyen nagyon profi játékosok lehet, hogy ki akarják kapcsolni. Újúj, ez meleg helyzet volt. Igen, most egy kis nitró jól jött volna. Ellensúly az ányáját. Nem láttad, hogy jövök? Ott van. Nincs nitró. Gyorsnak kell lenni, gyorsnak kell lenni. Nem szabad elhúzni, elszúrni. El kell húzni, nem elszúrni. Hát igen, elég, hogyha egyszer hibázik az ember egy frontális ütközéssel, akkor annyi. Igen, Sony, hát már nem látom most se, hogy hol van. Nem baj, na itt egy nagyon nagy kanyar, ez tényleg brutálisan nagy. Igen, azok a sárga lámpák is ott elég jól jelzik. Úgy van, na és azt hiszem, hogy megnyertem. Most már csak nyomni kell, mint az állat. Győztem. Király.
Ja, még van egy körverseny is? Jó. Egy másik körverseny, ugye ez most mi? Ugyanazt az ellenfelet hívom ki egy második menetre? Tehát kétszer kell megverni? Bocs! Ha kétszer legyőzem, akkor vertem meg igazán, ugye? Mindenféle piszkos trükköt be lehet vetni. Ezek a kis táblák nem sok vizet zavarnak, nyugodtan ki lehet őket ütni, úgy látom, nem lassítják be a kocsimat. Hát igen, nincs még most... most merre kell menni? Ja, egyenesen? Oké. Az jó. Fú, de megyünk, piszkosul. 132-vel. Ja, hogy minél több sérülést szenved a kocsi, annál lassabb. Jól gondolom? Tehát, hogy annál kevésbé tudunk gyorsulni. Ott van a Sunny. Hey, Sunny! I'm gonna kick your ass, Sunny. Ugye ez a fiúcskám. Van egy ilyen becézett alakja a Sunnak angolban, hogy Sunny, fiúcska. Fiacskám! Na, menjünk itt balra. Csak 60-nal szabad menni, Sunny, mit csinálsz? Én itt csak rossz példát mutatok neked, de te 60-nal menjél, nem szabad 130-al. Hát egy picit koccantam a fallal, nem volt annyira vészes. Valóságban már kipurcantam volna, de nem baj. Szerencsére ez nem a valóság, különben is ugye az intro videóban elhangzott az, hogy minden versenyt csak és kizárólag játékon belül tegyetek meg, fiacskáim, Sunnies. Ne a valóságban, mert az nem jó. Igen, szóval a végsebessége az már most csökkent a kocsinak, tehát már most csak 122-vel tudtam menni. Nem baj, így is 50-del szabad csak menni, úgyhogy nem kell aggódnom, ugyebár. De várjál, most már menni kell, mert itt Sunny a végén még Panasonicot csinál belőlem. Á, kezdő. Béna. Igen, most már csak 97, most már örülök, hogyha 100-ra fel tud menni a kocsim. Igen, minél több sérülést szenved, annál lassabban. Vagy lehet, hogy a végsebessége az nem változik, csak nehezebben éri el. Én erre gondolok még itt pluszban. De mondjuk végül is 125, hát igen, felmegy ez, csak lehet, hogy lassabban, vagy lehet, hogy csak halucinálok amúgy. Győztem! Én vagyok a tökös gyerek. Tovább. Meg vagy verve, Sunny. Observiert. Gratulálunk, válasz két zsetont Sunnytól. Na várja. Ja, hogy várj, egyedi optikai fejlesztések. Ja, hogy egérrel lehet. Aha, egérrel lehet. Na most már lehet gombokkal is. Na, bónusz zsetonok. A zsetonokban lehet bónusz pénz, börtönből meglógás, lefoglalt kocsi feloldása, kocsi lefoglalása, valamint a fődíj, a legyőzött ellenfél verdája. Ja, hogy ezek közül, hogyha egyet válaszok, akkor kockáztatok. Aha. Aha, értem. Ez a zseton bármi színes cuccot rejthet, kilométer óra a matrica. Ezekben a zsetonokban találhatsz felnit, tető légterelőt, motorháztető légterelőt. A teljesítmény zseton rejthet felfüggesztést, gumit, féket, motort, váltót, nitrót, turbót vagy feltöltést. Egyet kérek. Egyedi fékfejlesztések. Választhatsz egy egyedi fékfejlesztést a hátsó raktárból. És akkor kockáztassunk. Nyerd meg a rivális kocsiját! Yeah! Elnyerted a legyőzött ellenfél verdáját, a garázsban vár rád. A szerencse velem van. Következő ellenfél fekete lista 14. Vince Killick Taz. Azt mondja, hogy Vince Killick Taz, Verda, Lexus IS-300. Nekem is olyan van, nem? Erő sprint. Tip. Ez egy őrült, a rendőrök rémálma. Mi adtuk neki ezt a nevet?
ki nem állhatja a zsarugat, és viszont Rosewood környékén kószál, ott keresi a friss húst. Lenyomtad Sonyt, és ez tetszik mindenkinek. A helyi boltokban tudsz ezt-azt venni a kocsidra, hogy gyors és vagány legyél. Ha meguntad a mostani Verdát, nézd be az autószalomba. Jegyezd meg, óvatosan szórd a pénzt, minden fillérért meg kell küzdeni. Tervezd meg előre, hogy melyik kocsira mennyit szánsz, és nem leszel gondban. Ne vegyél meg mindent, csak ami feltétlenül szükséges. Ugrás a garázsba? Na nézzük meg, hogy mi van. Tehát elvileg elnyertük Sonynak a kocsiját. Golf GTI. Tehát igen, ezzel voltam eddig. Ő meg ugye egy Golf GTI-vel volt. Hát igen, akkor ezt választom. Vissza a városba. És akkor ezzel a kocsival, kérlek alással, egy picit lehet, hogy fejleszteni kéne ezt a kocsit. Mégpedig, hát én úgy gondoltam, hogy igen, akkor egy boltba elmegyünk. Na, menjünk csak akkor arra. Ó, jó, jobb ez a kocsi, finomabb. Finomabb az irányítása. Jobb ez a kocsi. Ilyen óvodás beszólás volt ez, nem? Szeretem ezt a kocsit! Az autód. Na jó, itt vagyok. Megérkeztem, és akkor fejlesszük ezt a kocsit. Hátsó raktár. Azt mondja, hogy teljesítménynövelés. Fake. Bemutató. Ja, hogy lehet forgatni. Aha. Tehát így néz ki a kocsi. Jó, oké, látjuk. Fake. Azt mondja, hogy Junkman. Egyedi forgó részek és betétek. Fake zsetonok. Bevásárlókocsiba. Bevásárlókosár. Aha. Jó, tehát akkor benne van. És akkor most mit csináljak? Bevásárlókosár? 4-es gomb. Fake Junkman, felhasznál teljesítmény zsetonok 1, teljesítmény zsetonok 0. Fizetek. Felhasználod a zsetonodat erre az alkatrészre? Yes! Na. Királyság. Akkor kérlek alássan, ugrás a garázsba. És... haladjunk tovább. Fekete lista. Várj, már elindítottam az órát én? Ja. Oké. Okay. Mérföldkő kihívás. Na, versenyezzünk szerintem most egy simát. Mik vannak itt? Fizető körverseny. Nyeremény 2000. Zsaruk környéken minimum. Hát ez mind ugyanannyit fizet. 7,5 mérföld. Menjünk akkor ezen. Próbáljuk ki az új Verrát. Ha megint esik az eső. Most már vagánykodok. Go, go, go! Mindenféle színű formájú kocsi van itt. Kocsi. Car. Ez az, én vagyok elől. Yeah. Fucki, yeah. Remélem, jó irányba megyek. Szerintem jó irányba megyek, remélem. Wow! Lehet, hogy nem erre kellett volna menni. Igen, azért picit más az irányítása ennek a kocsinek, tehát finomabban kell. De egy nagyon jó. Hát sokkal gyorsabb, mint az előző.
Így igaz. Na, igen, jó irányba megyek. Hát itt akkor itt is két kört kell megtenni, az egyik az már mindjárt megvan. Csak nyugi van! Fő a nyugalom! És a koncentráció. Hova megyek? Na mindegy, mehetek erre is. Gondolom, hogy... Azt hiszem, hogy ezt alaposan elcsesztem. Valaki mögöttem van. Hát ezt elcsesztem elég alaposan, de... Nem baj, még talán behozható. Nem ütközök frontálisan. Már harmadik hely. Lehet nem lesz meg. Nem baj, nem adom fel. Oscar vagyok, aki soha nem adja fel. Kivéve a Dark Souls 2-t. Meg a... Izét mi volt az? Az a Bethesdás játék, az Evil Within. Igen. Na hát ami nem tetszik, azt feladom, de ami úgy tetszik, csak kihívásom benne, azt nem adom fel, csak úgy. Francba. Hogy van még egy kör? Ja, hát akkor semmi gond, akkor gond egy szársa. Hát én azt hittem, hogy már ez utolsó kör. Érdekes, hogy mindig menet közben borul be az idő, piszkosul, meg kezd el szakadni az eső. Ez ott jobbra ment. Lehet, hogy az egy rövidített útszakasz? Úgy néz ki. Francba, francba, francba. Shit, shit, shit. Első helyen vagyok, he. Csak nehogy elroncsam. Megint bemegyek a csincsésbe. Na, kéne egy kis nitro. Ne! Jújts! Ez az most nem rontottam el. Uhú! Éreztétek a beletekben? Hé, hova mész? Hova mész? Nem szabad. Állítsad csak le magad! Nem. Állj le, állj le, állj le! Uhúj! Ne! Én akarok az első lenni, ne! Hova mész? Állítsd le magad! A féket nyomjad, ne a gázt! Ez az! Örülök, hogy ilyen szófogadó vagy. Ja! És még az IDD kódét sem írtam be. Csőit rog! Yo, it's Raj. If you need any parts, I think you got enough for a new ride. Head over to one of the shops. I told them you're a friend, so they should be cool. They're on your map. Check it out. Nincs szükség most új cuccokra. Mehetünk vissza a garázsba. Na. Fekete lista. Versenyek. Kérlek halásan. Kezdjük akkor ezzel. Folytassuk ezzel. És akkor prumcs lesz. Érted? Prumcs. Hát ugye amíg meg tudjuk nyerni ezzel a kocsival, addig most minek fejlesszem, nem? Már három kört kell megtenni. Nekik a gyorsulások úgy látszik, hogy jobb. A kezdő gyorsulás. De itt természetesen arról van inkább szó, hogy menet közben mennyire tudják tartani ezt a cuccot. Megint éreztem a belemet. Ilyen hullámvasútszerű dolog volt. Amikor a hullámvasúton mentünk lefelé, akkor a belemet mindig olyan jól éreztem. Anyád! Hé, srácok, itt csak 45-tel szabad menni, hát hova mentek? Igen, az útnapadása az nagyon jó a kocsinak. Ha megint kocsi. De hát végül is kocsi, nem? Hát most minek hívjam? Verdának? Hát a Verda az is jó, igen.
Még inkább azt a kocsit nevezem Verdának, amivel a játék elején mentünk, tehát amikor még menő arcok voltunk, ugye? Nem ilyen kis csicskák, mint most. Hát mondjuk 140-nel megy ez a kocsi is, azért az annyira nem rossz. Jó, hogy itt nincsenek rendőrök. Gondolom, hogy majd lesznek. Jó van. Nincs semmi gond. Na, ez még egész jól jött ki. Leszorítottam. Hullámvasút. Imádom az ilyen lejtős helyeket. 45. 45-tel szabad menni. Csak azért mentem neki, hogy jelezzem felétek, hogy tudomásomra jutott az, hogy 45-tel kell menni. És ezt úgy jeleztem, hogy finoman neki mentem a táblának 120-szal. Bá. Úgy, ma 60-nal lehet menni, jó van. Szerintem még benne van a sebességlimitben, nem? Ez csak 130-nel, 140-nel megyek. 150-nel. Húj! Ki kell elégíteni az... a sebesség iránti vágyamat. Menjünk akkor most itt fel. Vágyódok a sebesség iránt. A sebesség számomra olyan, mint egy jó nő. Istenem. Fáradt vagyok, mi? Fáradt humor. Na, utolsó kör. Azt nagyon meg kell nyomni, nehogy beelőzzön valamelyik köcsög. Csak 55-tel menjetek. Na, hát nem látom egyiket, mint hogyha látnám a visszapillantó tükörben, bár eléggé... Arc kifejezéseimet majd meg fogom nézni utólag. Hú, hirtelen utolsó helyre visszaestem. Nem baj, mindjárt. Mindjárt ott leszünk, cicám, mindjárt. Ne! Hát, kösz szépen, kicsit meglöktél. Hátulról, ez jól esett. Könnyebben gyorsulok. Nyomjuk, mint a disznó. Ez az. Én leszek az első anyárat. Igen, itt erre kell menni. Jó van. Hú, a francba. Ez lehet, hogy végzetes volt. Csak nem. Na mindjárt ott vagyunk, mindjárt. Ez az. I am great. I am the best. I am fucking great. Na. Telefon. Hey, when you're being chased by the 5-0, take a look at your map. You'll see a bunch of icons. These are structures you can use to shake the cops off your back. You just smash into them, instant pursuit breaker moment. If the cops aren't damaged, they'll probably stop to render assistance. Trust me, they work. Okay, kösz. Jó van. Mennyi az idő? Már csak másfél perc van. Szerintem akkor én most ugrok a garázsba. Menteni kéne a profilt. Így van. Úgy. Na, és akkor én itt most elbúcsúzok tőletek. Élvezem ezt a játékot, gyerekek. Hát ilyen se volt még. Harmadik rész volt. Úgyhogy mindenképpen fogom folytatni. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, aztán majd jövök a következő résszel. Addig is nézzétek meg a Tomb Raider végigjátszásomat, a Afraid of Monsters végigjátszásomat, most ugye ezek mennek, meg hát ugye ezeket a Need for Speed részeket. Sziasztok!